A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát itt vagyunk egy videóban, ami tulajdonképpen egyetlen egy játékról fog szólni. Hát majd elmondom, hogy mi van. Viszont először is tekintsük át az Xbox Game Pass-t. Ugye? Nem tudom, hogy ki mennyire tud róla, már régebben volt erről egy videó. Ugye ez tulajdonképpen arról szól, hogy egy előfizetés, amit a leírásban megtalálsz, linken keresztül meg tudod vásárolni. Tehát, hogy Game Pass, rámész, hogy Game Pass, hogyha megvan már az előfizetés, és ugye ez arról szól, hogy több mint 100 játék benne van, és gyakorlatilag nem kell külön-külön megvásárolnod ezeket, hanem itt szépen tudod játszani bármelyiket, amíg az előfizetésed tart, és akkor rá tudsz menni, hogy milyen játékok, és annyit találsz, mint az állat. Tehát, hogy így látjátok, hogy milyen címek vannak itt, nyilván nem fogom elkezdeni sorolni, de nagyon jól látjátok, hogy mi újság van. Tehát, hogy a kecske szimulátor is itt van, az igen. Nem is tudom, amikor játszottam vele. Na jó, tehát, hogy tényleg látjátok, mennyi minden itt van, és hát ez 5000 forint alatt van most a notebook.hu-nál, ha jól néztem, az egy hónapos előfizetés. És ugye ehhez kaptok gold előfizetést is. Tehát, hogy online is tudtok játszani a haverotokkal, haverjaitokkal, tehát meg még több minden benne van, de nézzétek meg nyugodtan. Ezen kívül van a 3 hónapos gold vagy Game Pass előfizetés, amihez ugyanúgy jár természetesen a gold is. De mondom, minden info itt a leírás legfelső sorában található linken. Na, és hát mondom, ránézek, hogy milyen játékok vannak, és hogy nem, megtaláltam azt a játékot, amivel az Isti szokott játszani régebben, ha jól tudom, a Dirt 4-gyel. És most ezt ki fogjuk próbálni úgy, hogy kivesszük a segítségeket meg minden, és megpróbálok kormánnyal játszani. Ugye nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol áll tőlem az egész Dirt, viszont mivel itt van a Game Pass-ben, ezért meg fogjuk most nézni. Nagyon kíváncsi leszek. Egyébként tudom természetes, hogy a Dirt 2.0-val is szokott játszani, ugye? Hogy van? Én nem tudom ám, hogy melyik volt előbb, mert tényleg teljesen hülye vagyok a Dirt-ös rallis játékokhoz, de ugye itt van a Game Pass-ben egyszer a Dirt 4, illetve itt a Dirt 2.0 is. Nem tudom, hogy ez mikori. Na mindegy, az a lényeg, hogy első körben a Dirt 4-et fogjuk megnézni, és természetesen nem fog nekem menni attól függetlenül, hogy az Istinek megy, de azért megpróbáljuk a dolgot. Először is hadd mondjam azt el, hogy azért sem úgy nyomom, mint Isti, mert nekem nincsen ugye 6 fokozatú vagy 5 fokozatú váltom, tehát hogy szekvenciális lesz. Mondjuk azt hiszem, ő is úgy szokta, hogy valahogy átalakította, de ugye nekem hát ez az F1 váltó van. Használt autón nagyon sokszor találkozhattok ezzel. Tehát, hogy ezzel sokkal könnyebb, meg nem is kuplungolok, úgyhogy teljesen más, ahogy Isti nyomja, de mindegy. Na, csináljunk egy free play-t. Legyen mondjuk egy rally, és nézzük meg a beállításainkat. Azt mondja, hogy AI az brutál, az a maximum. Hát, figyelj, menjünk a legdurvábbon. Igen, oké, tehát láthatjátok a beállításaimat. Menjünk a legdurvábbon, azt majd meglátjuk, hogy mi van. Nézzük az autóket, mindenképpen így kell mondani. R5-ös autó, R2-es. Hát, nem adnék be egy R5-ös autót, te jó is, tehát az rohadt durva. Mármint amennyire én tudom. Hogy beadjuk. Egyből bele. De hülyeség. Jó van az. Nézzük. Na, van itt egy Ford Fiesta, Peugeot 208, és Mitsubishi. Egyébként az Mitsubishi, vagy Mitsubishi. Nem tudom. Na, mindegyik ugye 280 lóerő. Legyen mondjuk ez, mit szóltok? Legyen ez.
Baszki, nagyon hülye vagyok, szerintem úgy el fog porladni, mint az állat. Milyen pályán menjünk? Svéd. Van Michiganben. Van Walesben. Vagy Walesi pálya. Menjünk ezen a svéden. Nem tudom, tényleg nem tudom. Oké. Igen, random stage legyen. Amot forsjö. Hát valószínűleg nagyon bénák leszünk. Baszki, hóesés. Jól átgondoltam én, srácok. Egyből bele. Figyelj, igazából lassan fogunk menni. Azt szeretném megcsinálni, hogy végig tudjunk egyáltalán menni. Úgyhogy szerintem már az rohadt nehéz lesz. Biztos lesznek fejeim. Azon ne lepődjetek meg. Egyébként a kézifék is ide van állítva a B betűre. Tehát, hogy... Jó, szerintem így egyébként tényleg könnyebb lesz, mint annak, aki még külön változik és kuplungol. Bőven. Na de azért nézzük meg, hogy videóba. Nem mondom, hogy könnyűnek látszik, de nem olyan durva. Hát így biztos más lesz. Azt mondja, 27. helyről indulunk. Azt mondja, hogy esik a hó, esik a hó, esik a hó. Jó van. Na! Go to stage. Persze, hogy az. Hát mit csináljunk? Mit mást? Jézusom, srácok! Ez kacsfasz lesz szerintem. Remélem, jól fogtok hallani. 2.30... Baszket, ebben nem látok semmit! Holdoljam a handbrake-et. Hogy kell elindulni? Jó, gyerek! Húha! És itt mi lesz? Baszki! Jó Istenem, jó gyerek! Hallod, nem látok semmit! Ó! Mit mentettünk? Mentsük vissza? Jézusom, hát... igen, itt abszolút tömény B. De jó, hogy megfogott ott valami! Srácok, ezt ki kell próbálnotok. Hát szerintem a legdurvábban indultunk. Úgyhogy ezt lenyomjuk, azt megyünk egy könnyebbre, mert ez a hóesés. Meg ilyen autóval menni, hát hülye vagy? Figyelj, 24. helyen vagyunk, nem úgy sok. Hú, mit mentettem? Igen. Jó! Zsa! Fú, ha ezt az isti látja, baszki, hülyét kap szerintem. Oké. A Forma 1-es megjött rallizni, mi? Ne! Hát most mi történt? Visszaváltás. Nem baj, nem baj, nem baj, mindenki elesik egyszer. És itt mi lesz? Merre kell menni? Erre? Jó, akkor jó fele jöttünk. Kicsit talán túl gyors. Túl gyorsan nyomja itt nekem a dolgokat. Valami elromlott! Srácok, valami elromlott az autóba! Jézusom, ez a pálya szar, mert mindkét oldalról ilyen hóval van körbevéve. Hallod? Valami elromlott az autóba! Már írják biztos, hogy figyelj csak oda az izé! Mit tudom én mi? Hoppá, elmúlt, jó, ennyi volt. Lehet nem is az volt. Ez mi a szar csinál itt? Baszki, valaki itt lerohadt. Valami nem oké az autóval, te. Mindegy, nyomjuk. Nyomjuk neki, amikor csak tudjuk. Hű, hallod, az eredmény jelzőre nem merek ránézni. Ez nagyon nagy koncentrációs, srácok. Azt a rohadt teget, hát István ellen nem állnék ki, az biztos. De egyébként kiállnék, csak nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán. De tök nem lennének egyértelműek a izék, mert én szekvenciális, vagy hát F1 váltóval csinálom, pillangó váltóval. Ő meg tök nem. Itt aztán lehet neki küldeni, te, nincs több fokozatom. Valamit mesélt is nekem itt a Gearboxról egyébként. Finish. Ennyi?
Oké. 21. hely. Ha jó gyerek, az nem úgy csó. Hát ez nem úgy csó. 21. A mennyiből? Hagyjad már, mi az, hogy nem jó place az nekem? Nagyon is jó az nekem. 21. hely. És 3.18-al a teljesítettük. Aki az első helyen van, az 2.39. Jó, köszönjük. Na jó, de nem volt penaltink. És aki a 29. az 3.34, tehát annál is majdnem 20 másodperccel jobbak voltunk. You can do better. Figyelj csak ide. Legyen mondjuk ez a michigani szimpatikusság. Random stage. Persze legyen random stage, nekünk aztán teljesen mindegy. Atya Isten, mi ez a pálya, te? Oké, ott kezdünk. Balra, balra, balra. Kell itt majd kézifékelni, amiben én rohadtul nem vagyok, jó? Hát, meglátjuk, srácok. Szurkoljatok minden esetre. Én fókuszolok. Olyat fókuszolok. Alvarez, 4.41. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hát ez a rajt, ezt nem tudom, hogyan kéne. Hú, de jó, hogy már... Itt már azért látunk valamit. Hú, most meg... Jó, jó mondja most szerintem. Aha, itt nyomhatjuk neki. Ennyi a fokozat, hallod? Jó? Nyugalom, nyugalom, Patrick. Jaj, Istenem. Jó ez a játék, esküszöm élem. István, nyomjuk. Hűha, hűha. Jó. Ezekkel a vizekkel nagyon kell szerintem vigyázni. Egyébként meglepő, mert Istvántól egy csomó ilyet megnéztem már régebben. Baszki. Hogy merre? Oda néz. Oda drifteltük. Mit drifteltem, mi? Hát, szépen az utcsó helyen vagyok, jó van. De itt küldjük neki. Middle. És hova kell érkezni? Jó. Még küldhetjük neki. Oké, itt egy kicsit visszávettünk. Jó, szerintem alakulunk. Kezdek ráérezni az autóra. Csak ne legyen... Ajajajajajaj, csak ne legyen sok izé... handbrake-elés, mert... Baszki! Jó, visszahoztuk, atyaisten! Hallod, ez mi munka? Merre? Baszki! Jaj, itt most nagyon sokat elcsesztünk időből. Azt hittem arra kell elmenni, jaj, de hülye vagyok. Miért? Az a baj, hogyha dumálok közben, nem is hallom meg... Valamit kivittünk! Nem is hallom meg, nem is figyelek arra, hogy miről beszél. Gyerünk, 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 küldjük neki. Oké. Hű, hallod, olyan fejem lehet közben. Bocs. A durva látványért. Oké. Oda nem kéne rámenni. Hallod, viszket mindenem. Jó. Jaj, de jó. Jók vagyunk? Nem, mi? Zsa, nyomjad neki. Hányadikak lehetünk? Mindegy az még, mert egyszer eldobjuk, aztán szerintem vége. 19. Az előkelő hely számomra, természetesen. Hű, baszki. Elég szűz. Ne. Jó. Oké, visszahoztuk. Ajajaj, esünk le. Túl sok volt a fék, aztán blokk volt a kerék. Oké. Túlságosan talán felváltottam, az volt itt a probléma. Aztán nagyon alul kormányozott lett az autó.
Na most nyomjuk neki, mint a disznó, vissza kell hozni magunkat. De pont erről beszéltem, hogy itt is ugyanúgy, mint a Forma 1-be, egyszer eldobod, azt vége. Left for long. Oké. Okay. Hű! Jó. Gyerünk. Jó van, srácok, de azért fogjuk fel ezt az egészet egy fánnak, viszont... Azt a rohadt teget! Mi ez a játék, te? Hallod, itt, ha nem... Peszki! Te hülye vagyok! Zsa! Itt lesz egy izé. Jó. Hát szépen utolsó helyen vagyunk, köszönjük szépen. Még szarabbul megy, mint az előző. Don't cut, persze, mindent mondasz már. Bump. Aha, igen, ez egy kicsit félrement. Felnéztem, hogy mit mond. Ez ki! Nem recover, menjél innen. Srácok, elcsesztem. De figyelj, valaki már DNF-elt? Nem. Csak nagyon leva... Aha, most előzött meg, jó? Túl gyorsan megyünk szerintem, nem kéne ennyire. Vegyek már vissza. Jó? Nyugalom, Patrik, nyugalom. Oké, valaki dobja el. Ez ki? Hát ez... Na ezért most aztán kaptunk penaltit, 5 másodpercet. Hallod. Hát ilyenkor szoktátok beírni, hogy nem neked való a játék, de ez nem erről szól, hanem gyakorlásról, ami nálam nem volt meg. Senkinek se való, ha úgy nézzük. Ha úgy nézzük, ugye. Nagyon béna vagyok, szerintem az előző az jobban ment, nem? Ezután még megpróbálunk egy rally közt is. Soha életemben nem nyomtam. Oké. Okay. Jó van. Hú, hallod, nagyon le vagyunk maradva. Hű. Oké. Okay. Szépen rávezetjük. Jaj, de jó volt ez most. Csak talán lassú. Peszki! Jó! Don't cut me! Oké. Okay. Aj, de figyelek! A seggem össze van szorulva, srácok. Úgy, mint az állat. Oké. Okay. Finish! Ne cseszd el! Jó! Hát... 9 másodperccel vert meg az utcsó is. Megvert. Hát ez nem sikerült jól, srácok. Az előző, az talán jobb volt. Kicsit szétcsesztük az autót. You can do better, persze. Hát nem igazán sikerült jóra. Én azt mondom, hogy megint csak menjünk ki innen, és nézzünk meg egy rallycrosst is. Aztán, ha véletlen szeretnétek tőlem még hasonló tartalmakat látni, azt mindenképpen írjátok meg, és jelezzétek like-kal, custom. Vegyünk egy... Nem veszünk egyet se vissza. Nézzük a pályákat. Igen, nézzük a pályákat. Figyelj! Hell! What a hell? Hűha. Hát én nem tudok driftelni. Jó, ez lesz akkor. Ez a három van itt jelenleg, úgyhogy ezzel a Volkswagen-nel fogunk menni. Na, először is kvalifikáció lesz. Ami nagyon jó, mert azt se tudjuk, hogy van a pálya. Joker. Oké, egyszer kell átmenni rajta egy verseny alatt. Jó, ez meg most mi lesz? Itt se tudom ám, hogyan kell. Oké. Okay. Hát szépen beragadtunk. Ja, hogy valaki jumpot? Vagy én? Ki jumpot? Az a Newgen vagy ki a makkom? Hű, srácok! Gyerünk!
Nem én jumpoltam szerintem, én most szépen leakadtam. Azt sem tudom, hogyan kell driftelni. Jó, gyerek, a pályát se ismerem. Oké, itt erre. Hát ezeket nem fogom utolérni, az biztos. Hát ez a driftem, hallod? Fű, nagyon le vagyok maradva. Itt azért az erősségből talán vissza kellett volna venni. De nem akartam, mert mondom, megmutatom, hogy ez a, ezen van. Hó, hogy csúszik te? Hű, hallod? Oké, tehát lehet itt azért próbálgatni, értem. Azt a rohadt teget. Aha. Jó, hát nem mondom, hogy ez jobb kör lesz. Erre a driftre kéne rájönni, hogy hogyan van. Fú, de más, mint egy Forma 1, hallod. Azt a mindenit. Hát srác, ez teljesen más világ. De aha, igyekszem valamit ebben is alkotni, de hát azért ez nem úgy van. Most mi van? Most itt kell menni? Aha, itt kell menni. Hát de aki a Jokert ott viszi el, az... Tehát láttátok, elég átvágta, vagy ez nem gond? Aha, ez jó volt, Patrik. Fűha, ez még rosszabb, mint a rally. Mármint nehezebb számomra. Tényleg lehet, vissza kellett volna venni az erősségből, hogy legyen meccs. De hát... Ez van, már nem is látom őket, hallod, annyira elmentek. Gyerünk, fordulj rá, jó? Nem egy Forma 1, hogy keresem itt az ideális ívet, mármint nem ugyanaz az ideális ív. Ez egy jó szarkör volt. Ja nem, csak Joker volt, ugye? Megvolt az egy Joker, akkor többet nem kell rámenni, ugye? Hát, srácok, próbálnám őket üldözni, de... Gyerünk! Nem mondom, hogy ez jó volt, de 5 másodpercre vagyok tőlük. Az nagyon sok. Gondolom ebben is nagyon sok. Ha csak nem kap valaki büntit. De nem arról kéne itt izénom, hogy büntit kikap, hanem hogy... 3-0-3. Meglátjuk. Nem váltjuk el az egyest, figyeld. Oké. Hűha. Oho. Gyerünk. Mi a szar történt ott? Srácok, én úgy beledurrantottam egybe, olyan helyen állt meg. Mi volt az? Hűha. Az kiesett? Hát nem tudom, de ezt most jól megszívattam magam. Gondolom nagyon sérült az autó is. Mi a makkom volt ez? Ezt meg se adják szer... Aj már! Arra a téletbe. Nagyon nagy sebességgel mentem bele. Le vagyok sokkolódva, itt mi a szar történt az előbb. Mindegy most már. Ezek vagyunk mi, vállalni kell. Pedig nem volt szerintem eddig rossz. Nem mondom, hogy közel voltunk hozzáig, de most nagyon sok időt veszítettünk. Baromi sokat. Úgyhogy hát ez van. Aha, ilyen tartott gázzal, így menjünk bele. Lehet így jobb volt. Mennyit vesztettünk? Jó pár másodpercet.
Aha. Remélem, hogy a Joker ez megvolt. Tehát, hogy ezt nem vették el tőlem, ugye? Túl lassú, jaj, de lassú. Hát, srácok, igyekszem fejlődni, de most ez a corner levágás, ez most eléggé betett nekünk. Ilyen tartott gázzal, ez nem rossz, lehet lassú, de legalább nem csúszkálunk össze-vissza. 43-as idő, nem rossz, nem rossz. Hozzánk képest, ugye? De mi a makkom volt az, hogy valaki itt megállt az út közepén, hallod? Jó, gyerünk, 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 gyerünk. Nagyon jó, megvan az. Jó lassú volt, de megvan. Na, ez milyen kör lesz? Erre kíváncsi vagyok. Az nem rossz, szerintem. Á, ez túl csúszós lett most. Talán annyira nem, de mégis. 3.15, sajnos ez most ott az a dolog, az ott betett nekünk, úgyhogy hát jó nem lett. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok. Igyekeztem jó lenni, de hát ez most nem ment elsőre. Majd lesz jobb, hogyha szeretnétek még, akkor írjátok meg kommentben. Köszi, hogy itt voltatok. Hello, hello, szevasztok. I saw but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.